Nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves tévénézőimet ezen a szép, havas decemberi délutánon, advent második adásában, és egyben a Mikulás műsorban is. Nagyon kedves vendégem érkezett, ő nem más, mint Dankó Balázs atya, Szent József templomunk plébánosa. És a műsor elején arra kérném, mivel advent második vasárnapja közeleg, hogy ő gyújtsa meg most koszorunk második gyertyáját. Nagyon szépen köszönöm neked. Örvendek, hogy újra vendégem vagy a műsorban. Körülbelül egy éve, novemberben múlt egy éve, amikor Balázs atya nálunk járt, eltelt egy év Nagybányán. Kezdjük a fő témánk előtt egy kis összefoglalóval. Ha volna mondjuk egy mérleg és két serpenyője, és tegyük bele a pozitívumokat az egyikbe, a negatívumokat, lássuk, hova billeg ez a serpenyő. Ez a mérleg. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Nem szeretném kiélezni a dolgot, hogy merre billen. Természetesen sok pozitív élményem volt ez alatt az év alatt. Voltak tervek, már akkor megkérdezted, hogy mik a terveim. Mennyit és sikerült ezekből megvalósítanod? Kirándulni voltunk a kórussal, próbálom összegyűjteni az embereket szabadidős programokba, ahogy mondtam, gyermekek szüleivel találkoztunk kötetlen együttlétben ősszel, évzárókor, júniusban. Bográcsoztunk, volt egy kirándulás, nótaestek voltak, akkor farsangoltunk, fiatalokkal volt egy nagybőti imaóra, amit most is szeretnénk megvalósítani, adventi imaóra. Szatmár környékén ez elég divatos volt. Az ifjúsági iroda kezdeményezése, és ő ad anyagot ehhez. És számos program megvalósult. Volt-e valami, amit nem sikerült megvalósítanod? Inkább nem programokra élezném ki a dolgokat, hanem elméletre, inkább az, hogy az együtt munkálkodás megszokására nevelni az embereket, ráhangolódni, illetve hogy érezzük a karizmákat, egymásnak a tehetségét, és közösbe tegyük az energiákat és talentumokat. Hogy érzed, befogadott-e a nagybányai közösség? Azt mondtad a tavaly, hogy körülbelül egy évnek el kell ahhoz telnie. Vagy többet mondtál. Négy évet? Négy. Az rengeteg. És akkor is meglepődtél, emlékszem rá. Egy városi plébániára kell. Tehát az volt a kérdésed, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy megismerje az ember, illetve teljesen összeszokjon, átfogja, igen, összeszokjon. Négy év kell. Sajnos ennyi. És ezt most is úgy érzed? Továbbra is úgy érzem. Nem mindenkit sikerült megismerni. Akikhez például házszentelni mentem el, az könnyebben tudom azonosítani, tudom a nevét. Például ma egy beteghez kellett volna elmenni, nem tudtam a pontos címét, de tudtam, hogy Földszinten lakik, stb. Nevet, de mégis segítséget kértem. Tehát így rögzülnek a dolgok, és ezért szeretnék megállni néhány percre az emberekkel, hogy ismerjem nevüket, szituációkat, gondjaikat, bajaikat. Tehát én házszentelni mindig jegyzetelve megyek, felírom, itt most beteg volt, itt segély kell, itt van egy gyerek, itt elmaradt egy gyerek szentségektől, első áldozás, tehát jegyzettel. Első áldozót hány volt tavaly, körülbelül? Első áldozó a román csoportban volt csak, ott 8 gyerek első áldozott. Magyar csoport nem volt a jövőre, tehát a 2019-es évben lesz, ott 7-8-an
lesznek. Tehát lesznek már magyarok is? Igen. Ez örvendetes hír. Körülbelül 3 évente van, és akkor szoktak olyan 80 összejönni. Tehát ha évekre lebontjuk, akkor 1 évre 2 gyerek jutna. Itt most egybevonom 1., 2., 3. osztályosokat. Sikerül-e összetartanod a román és magyar közösséget? Vannak-e közös programok? És hogy viszonyulnak az emberek hozzá? Hát egy ilyen esemény volt. Először azzal fogadtak, hogy nem nagyon működik az együtt ünnepléseknek a szertartása, a közös húsvéti liturgia. Mégis volt egy ilyen esemény, 25 éves papi évfordulómat ünnepeltem, és az bilingv, tehát kétnyelvű szentmise volt. Ezt hívják ezüstmisének, ezt igaz? Ezt hívják ezüstmisének. Hogy sikerült? Nagyon örültem, a közösség nagyon jól állt hozzá, segítettek a megszervezésben, ezek voltak a pozitív dolgok, amikor láttam, hogy együtt dolgozunk, összedolgozunk. Mindenki oda tette a részét, a városból is jöttek, máshonnan is, nagy örömömre, megtiszteltek. Szatmáriak voltak-e? Régi híveid? Mindenhonnan, Szatmárról, Erdődről, Józsefházáról és máshonnan is, ahol megfordultam. Tartod-e a kapcsolatot, vannak-e közös programok a másik plébániákkal? A helyi. Hát ez egy ilyen kezdeményezés lesz, ez az adventi imaóra fiataloknak. Beszéltünk kollégákkal, hogy néha közös programok legyenek, és ez egy városszinti, esperességi szintű program lesz. Tehát próbáljuk hívni, hogy minden templomból jöjjenek. Kicsit döcögve megy, kétnyelvűség, nehezen lehet leosztani az imákat, olvasási gondok, magyarul, románul, tehát ezek. Hát reméljük, hogy megoldódnak ezek reméljük, időben. Reméljük, hogy. Tudjuk jól, hogy tegnap Szent Miklós napját ünnepeltük. Mondj egy pár szót a Szent Miklós legendájáról. Mivel ez egy mikulási műsor is egyben. Mikulási műsor. Hát vele kapcsolatosan azt tudjuk, hogy Mírának volt a püspöke, a nép választotta őt meg, akkor még másképp történtek ezek. Patárának hívták a mai is létező város, Törökországban van, Demre, úgy hívják, utána néztem. És imádságos lelkületű ember volt, tehetős ember, árván maradt, a szülei nagy vagyont hagytak rá, és jótékonykodott, de legfőképpen azzal maradt fent az ő legendája, amit róla feljegyeznek, és itt egy kicsit segítségül hívom a jegyzetemet. Tehát ide tartozik a tengeri vihar lecsendesítése, egy ilyen legenda hozzá, gabona megsokasítása, akkor Diana olajával, az a csoda, a 3 halálra ítéltnek a megmentése, a hajadonoknak, a 3 lánynak a kiházasítását megakadályozta és jótékonykodott, ugye pénzt helyezett el annál a háznál. 3 halálra ítélt megmentése és az elrabolt gyermekeknek a hazahozatala. Ezek később az aura, legenda aurában, az arany legendában jegyezte le később egy szerzetes az 1000-es évek táján. És így maradt fel fent róla a jótékonyságnak az eszménye és szentje. Szentélek. Mit szimbolizál napjainkban Szent Miklós? Nem-e érzed, de hogy napjainkban bizony elanyagiasodott ez az ünnep is? Mi erről a te véleményed? Ketté bontanám a kérdést, hogyan jelenik meg? Elsősorban a keresztény hitgyakorlatnak a közéletben
való szereplése, és mondjuk úgy, hogy a társadalmi igazságosságban jelenik meg. Úgy is mondhatnánk, hogy gyakorlatilag az egyház a politikumban, a médiában, tehát hallottatja a szavát, és fellép. Tehát ő is embereket mentett meg, ugye a három gyermeknek a megmentése, vagy ez a Diana olajának a sztoria és története. Tehát volt nekük egy ilyen pogány istennőjük, és egy ilyen olajfa volt, és akkor ő gyakorlatilag ezt a pogánykodási gyakorlatot megkeresztelte, és jóra vezette, vagy gyermekeket mentett meg. Tehát sikra száll a társadalmi igazságosságért, egyszer pedig a várost mentette meg a kalózoktól, betöréstől, tehát gyakorlatilag nekünk is, amikor ilyen veszélyek vannak, akkor társadalmi fellépésünk kell, hogy legyen. Lehet ezért is a december 5-e a jótékonykodás világnapja és az önkéntesek világnapja. Szerintem akkor a kettő összefügg. Minden bizonnyal. Minden bizonnyal. És akkor a másik kérdésem, mennyire anyagiasodott el napjainkban? Mennyire anyagiasodott ez az ünnep, el? Ezt mert egy... sajnos igencsak. Ezt a jelenséget úgy mondanám, hogy filozófiai és ideológiai konyhák megpróbálják demoralizálni, illetve elhitetleníteni az ünnepeinket. Én úgy szoktam ezt mondani, hogy ellopják. Elgicsesítik is. Elgicsesítik is, és gyakorlatilag el is lopják. Én szoktam azt mondani, hogy szívem szerint én áttenném a karácsonyt is egy olyan ünnepre, hogy ne tudja senki, hogy még nap van. Csak úgy megkérdeti az egyház, hip-hop, és akkor nem lehet annyira előre reklámozni. Beleköltözön ez a commerce dolog, és kisajátítja magának. Ez olyan, mint a kakuk, hogy bele költözik a fészekbe, és lassan-lassan kidobja a fiókákat onnan. Sajnos. Megosztálnád-e velünk és a kedves tévénézőkkel gyermekkorod egyik emlékezetes Mikulás estét? Hogyan zajlottak nálatok a Mikulás esték? Hisz tudom, nálunk nagyon szépek és meghittek voltak mindig. Bár nem voltak akkora ajándékok, mint most, viszont a meghittség és a szeretet mindig ott volt. Sokkal egyszerűbbek voltak, talán nem a mennyiségekben, anyagi mennyiségben volt mérthető, hanem a titokzatosságában. Tehát a Mikulás azért volt szép, mert a Mikulás titokban jön. Titokban jött, nem láttuk. Nem láttuk, kopogott, ki kellett tenni a cipőt, éjszaka, este jött. Tehát ez a titokzatossága és az érdeklődése. Másrészt, hogy a csendben jött. Sokkal kevesebb zaj volt, nem volt annyi zenelejátszó, nem dübörgött annyira sok minden. Csendesebbek voltak. Egy ilyen esemény gyermekkoromban nagyszüleimnél voltam, és hát írtam a Mikulásnak levelet, és hát leskelődtem, faluhelyen voltunk, faluhelynek a csendessége, téli este, más volt az időjárás például, és akkor sokkal hidegebb volt már, ilyenkor havazott. Már látod, a Mikulás műsoromba leesett az első hó? Így van. Így van. És hát egy kis parasztháznak az ablakát töltötték meg nagyszüleim, és az az öröm, ahogy felfedeztem, hogy ott vannak az ajándékok. Hát egy csoda volt, és a titokzatossága. Inkább ez ragadott meg. Térjünk most az adventre. Mi tulajdonképpen az advent, mit jelképez, hogyan kéne mi embereknek viselkednünk adventkor? Hogyan tudjuk a mindennapok lótás futását összeegyeztetni az advent csendjével, a várakozással? Az advent... A készüléssel. Készüléssel, tehát az advent, mióta létezik az advent, maga az advent is... történelmi fejlődésében újabb, mint például a húsvét. Az első ünnepek, keresztény ünnepeknek a kezdete a húsvét. Az első századoktól advent csak a negyedik századtól kezdett szokásba venni, magának a karácsonynak az ünneplése is különben.
Először a keleti egyházban például, az ortodox és görögkatolikus egyházban inkább a bőjti jellege van az adventnek. 6 hetes ez a bőjt, ugyanúgy, mint a húsvéti előkészület. Egy kicsit úgy is gyakorolja az egyház, mint ahogy a nagy bőjtnek az időszaka, és ennek 4-5 pontja van. Az egyik az elcsendesedés. Úgy is mondhatnánk, hogy az adventi koszorún 5 gyertya is lehetne akár. A második az ima, a harmadik az alamizsnálkodás, a negyedik a alamizsnálkodás jótékonyság, az önmegtagadás, a bűnbánatnak az útja, illetve benne van egy csipetnyi öröm is. És gondolom egy kis megtisztulás, hogy így várjuk Urunk születését. Így van, így van. Tehát megújulás, elcsendesedés, nem csak magunkban fordulunk, hanem felemeljük a tekintetünket, szemlélünk, olyan, mint amikor egy ikont, egy szent képet nézünk és meditálunk. Mit ajánlasz te az embereknek? Mert tulajdonképpen nem lehet kizárni az életünkből a hétköznapi készülődést. Mindenki készülődik, mindenki vásárol. Hogyan lehet ezt a kettőt összeegyeztetni? Egy hétköznapban például. Hát magam számára is, és mindenkinek ajánlanám, hogy ellenálljunk ennek a kísértésnek. Épp most nyitották meg, most nem reklámot akarok, egy bevásárló központot itt is, Szatmárnémetiben is. Az emberek tódultak is. Hallottam, és vásárlási, tülekedtek, igen. Vásárlási láz, ennek nagyon-nagyon-nagyon ellen kell úgymond állni, mert ez nem csak a zsebeket üríti ki, hanem a szíveinket is, és ennek nagyon jó, hogyha ellenállunk. Nem mondom, hogy ne vásároljunk, de megkérdezhetnénk, hogy milyen célzattal, vagy mennyi is kell, vagy mennyi ráfordítás. És ez egy igazi energiagazdálkodást jelent. Igen. Hisz az a lényeg karácsonykor nem a mennyiség, hanem hogy a család együtt legyen, meghittség legyen. Persze az ajándék is kell, de ahogy mondtad, nem az ajándéknak a nagysága és a drágasága a lényeg karácsonyban. Gyakorlatilag, hogy miért van ajándékozás karácsonykor, tehát az jön le, hogy az Isten fia legnagyobb ajándéka az atyának, nekünk, embereknek. És ebből kifolyólag megéljük, hogy a szeretet szeret jótékonykodni, ajándékozni, ez látható Szent Miklós példájában is hozzátartozik. Viszont finomsággal, tehát nem akarom megsemmisíteni az ajándékommal a másikat. Nem tolom magam elé az ajándékot, állarcként, ugye, hanem talán mellette, magam mellett hordom a kis ajándék zacskómat, hogy szemtől szembe tudjunk együtt lenni. Mit jelképez a 4 gyertya? És miért a lila, pont a lila szín az advent színe? Mondjuk most ezen a koszorún nem lila gyertya van, mert nem találtam Mikulás lilát, azért lett piros, viszont katolikus egyház úgy tudom, hogy 3 lila és egy rózsaszín gyertyát helyez az adventi koszorúra. Mi a 4 gyertya jelentése, jelentősége? Nagyon gazdag a szimbolikája az adventi koszorúnak. A fokozatosság, ahogy az Ószövetségen keresztül a proféciák által egyre inkább világosodott az embereknek az értelme, fogékonysága az üdvözítő eljövetelére, illetve megérett az idő, így használja, amikor elérkezett az idők teljessége. Vagyis a legnagyobb fény érkezett el. A lila, talán ezt a festők tudják nagyon jobban, mint én, gondolom színkeverésből, mert hogyha piros, az az elevenségnek, a dinamizmusnak, a tűznek a jele, a zöld békének, és hogyha ezeket a színeket, kéket, sárgát megkeverünk, más színek keletkeznek. Gondolom, hogyha csipetnyi sárgát beleteszünk, vagy örömöt, vagy a sárga az irigységnek a színe is szokták mondani, igazából a bűnbánat jele. A
Halilnak. Mert nem akar semmi benne túlságosan dominálni. Sem az öröm, sem a túlbuzgóság, sem a túldinamizmus, sem nem a gyász, mert akkor pessimizmusba esnénk. És ezért van a rózsaszín, az jelzi a harmadik vasárnap, úgy hívják, hogy Gaudete, tehát öröm vasárnap, mert bűnbánatra, elcsendesedésre indít bennünket, és hív az egyház, és a kereszténység is, de ezáltal pessimizmusba is eshetnénk, és vigasztalni akar bennünket a harmadik vasárnap a rózsaszínnel. Még egy kicsit a lilát egy kicsit finomítjuk. Tompítja. Igen, finomítjuk. Mit jelképeznek a reggel 7 órás rórátémiség? Gondolom nálad is van. És mennyire látogatják mondjuk az emberek, hisz annyira korán van? Igazából a rórátémiségnek a hagyománya és eredete sokkal korabb, még korabb, körülbelül 5 órakor, 6 órakor is az volt. Az már hajnal. Hát az hajnal, igen. Hajnal volt. Faluhelyen jobban érték meg az emberek. Én most lehet, hogy megbotránkoznak sokan. Próbáltam a tavaly bevezetni, úgy nem nagyon működik, döcögve, nem olyan átütő városhelyen. Lehetne egy formáját adni, keresem én is ennek az útnak, Szatmáron is, hol elhagytuk, hol próbálkoztuk, azért mert munkába kell menjenek az emberek, más megváltozott az élet. Más egy falusi környezet, ahol mezőgazdasággal foglalkoznak, más, ahol város van, gyárba kell menni, vagy munkahelyre, és ott jelen kell lenni. Az elnevezése pedig a kezdőjénekből jön, tehát ez a latin rórate, az izaiási könyvből van véve, harmatozzátok, hullassátok ti egek a mennyeit a földre, és ezt szólaltatja meg, tehát egy énekből jön az elnevezése. Tulajdonképpen ez egy Szűz Máriának dedikált szentmise, tehát fehér színben van. Szűz anyáról végezzük a szentmisét, végén imádkozzák az urangyala imádságát, tehát nem lila színű a liturgikus színe és a miséja rórátének. Pár adventi programot, adventi és karácsonyi programot sorolj fel, ami a plébániátokon van, lesz, készül. Mondjuk gyerekeknek járt-e Mikulás nálatok? Vagy fog-e? Fog jönni. Vasárnap hirdettük meg enyhén, tehát kicsit ilyen egyszerűbb formában. Ajándékot kapnak, természetesen lesz egy látható Mikulás. Én jobban szeretem a láthatatlan Mikulást igazából, de úgy látom, hogy a mai világban azért csak kell, hogy a gyermekek fantáziáját a vizualitás sokkal jobban megfogja, és úgy élményét tegye. Igazából a legkisebbek örülnek, tehát még a 2-3-4 az óvodások ennek az ünnepnek. Nem akarom teletűzdelni az adventet. Nagyon zsúfolt, ilyenkor mindenki felpörög, és gyakorlatilag azt látom, hogy nem sikerülnek a programok. Tehát hagyom az embereket, hogy kicsit lezserebbül. Kicsit lezserebbül, mindenki saját maga keressen egy egyszeri, egy alkalomból álló, de intenzív programot, amin ő részt vesz. Ez lehet egy jótékonysági cselekedet, ez lehet egy imaóra, ez lehet egy elcsendesedés, bármi. Műsorunk végezetéül egy rövid adventi üzenetet fogalmaz meg minden kedves tévénézőnek. Adventit és karácsonyit persze.
Hát két dolgot mondanék, az egyik a remény, tehát az adventnek az üzenete remény, a koszorú általában zöld ágakból is készül, és a közéletre a mai adventnek az az üzenete, hogy tudjunk remélni a rossz látványok ellenére is, és hinni, bízni, és legyenek szent vágyaink. A karácsonyra pedig hát, a reményen túl szükségünk van örömre, és ez meghitt, harmonikus, bensőséges örömet üzennék mindenkinek. Nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat. Remélem, hogy szép szavakkal mi is tudtunk adni valamit kedves tévénézőknek, így Mikulás ajándék gyanánt. És én, mint mindenkitől, egy mottóval szeretnék búcsúzni, Gárdonyi Géza szép szavaival. Légy az, kiből árad a nyugalom. Légy az, kire nem hat a hatalom. Nyújtsd oda, hol kérik a kezedet, s menj oda, hol fázik a szeretet. Nagyon szépen köszönöm, hogy nálunk voltál, kívánok neked is áldott adventi készülődést, és legyen egy nagyon szép, boldog karácsonyod. Köszönöm szépen, viszont. És most jöjjön, kedves nézőink, a kívánságműsor, nem tudom, önöknél járt-e a Mikulás, akihez esetleg nem jutott el, garantálom, hogy e műsorban biztosan bekopog, és kezdjük most az ünnep szellemében és hangulatában a Lapföldi Mikulás és Rénszarvasa regélyét, majd egy Mikulás dal, legyünk pár percre mindannyian gyermekek.